Egy Chevrolet személyautó haladt a Sárvári Ölbői utcán Ölbő irányába, amikor az autót vezető férfi észrevette, hogy füstöl elő a motorháztető alól, és az utastérben is égett szagot érzett. A sofőr azonnal félreállt az út szélére. Néhány másodperc múlva már lángokat is lehetett látni. A férfi pokrócot próbált dobni a tűzre, hogy elfojtsa a lángokat, de nem járt sikerrel. A helyszínen tartózkodók elmondták, hogy egy volán autóbusz is megállt, a sofőr három nagy porralótót fújt a tűzre, amivel sikerült lassítani a lángok terjedését. Talán ennek köszönhető, hogy a sárvári tűzoltók kiérkezéséig nem lángolt teljes terjedelmében a gépkocsi. A tűzoltók egy sugárral eloltották a tüzet. Személyi sérülés nem történt.